A tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal rendeztek farsangi mulatságot a gyermekeknek a Petőfi Sándor Művelődési Központban. A bohócos farsangon a Mesekocsi Színház két tagja, Málna Bohóc és Mágika Bohóc műsora szórakoztatta a gyerekeket a délután során. A nagy sikernek köszönhetően idén sem marad el a farsangi mulatság az intézményben. Február 9-en, pénteken, 17 órakor szeretettel várjuk a gyermekeket, családokat farsangi délutánunkra, ahol a mosolyra hangolók zenészei szórakoztatják a gyermekeket, jelenlévőket, Farsangi Bulivonat című zenés interaktív gyermekkoncerttel. A bulivonat során a gyermekek több állomást végigjárva különböző képzeletbeli helyekre utazhatnak, és mesebeli karakterekké változhatnak, melyeknek csak a fantáziájuk szab határt. A mulatságra nem kötelező beöltözni a gyermekeknek, azonban a jelmezben érkezők meglepetésre számíthatnak. Emellett a régi hagyományokat is megismerhetik a résztvevők. Ha pedig farsang, akkor a farsangi fánk nem maradhat el. Ennek elkészítéséhez felkértük a szlovák nemzetiségi önkormányzat lelkes asszonyait, akik gondolkodás nélkül elvállalták ezt, és közel 400 darab farsangi fánkot fognak a gyermekek örömére sütni. Az eseményre óvodáskortól egészen kisiskoláskorig várják a gyermekeket szüleikkel együtt, hiszen a farsangi mulatság egy jó hangulatú családi programnak kínálkozik, melyre a Turinform irodában lehet elővételben belépőjegyet vásárolni, gyermekeknek 1000, felnőtteknek pedig 500 forintos áron.